kisgyerekkoromban minden áron régész szerettem volna lenni. Ennek is vannak családi hagyományai, édesanyám fantasztikus történelmi ismeretekkel rendelkezett, és a bátyám is régész szeretett volna lenni. 6. általános iskolás voltam, amikor elkezdtem lovagolni. És a lovakba teljes mértékben beleszerelmesedtem, olyannyira, hogy ez a mai napig is tart. És biztos voltam benne, hogy a lovakat fogok majd gyógyítani, ha elvégzem az állatorvosi egyetemet. Ezért jelentkeztem az állatorvosira, és minden vágyam ez volt. Aztán, amikor itt elkezdődött az oktatás, a tanulmányok, én az anatómiát imádtam, és abban találtam meg azt a konkrétumot, amiben nincs mellébeszélés. Az az ideg az ott van, vagy az az izom ott van, azt úgy kell pontosan tudni. Rájöttem valahogy, megéreztem azt is, hogy a hallgatók, a társaim, azok odafigyelnek arra, amit én mondok. Így az oktatás nagyon vonzott. Végül nem lovakat gyógyítok, hanem szoktam mondani, lovakat boncolok, mert az anatómiai tanszékre kerültem, és az oktatás vált a legfőbb, mondhatom, profilommá. Természetesen a tudomány, a kutatás is nagyon érdekelt, ezért a Semmelweis Orvos Egyetemen voltam aspiráns annak idején, ott szereztem meg a kandidátusi fokozatot. Utána visszakerültem a tanszékemre, és ezen a tanszéken dolgozok pontosan 40 éve. Az oktatásban én úgy gondolom, hogy a hallgatók érdeme az, hogy az ember fiatal tud maradni. Én fiatalnak érzem magam, még most is szeretnék rosszalkodni, és szeretek is. És a hallgatók azok nekem rendkívül sok töltetet adnak. Oktatni, tanítani, biztos vagyok benne, hogy a csillogó szemekért érdemes, amikor az emberre a hallgatók figyelnek. És a legnagyobb elismerésnek tartom életemben. 44-szer kaptam meg a hallgatóságtól a legjobb oktató díjat, magyar és német hallgatóktól egyaránt. Egyszer az év oktatója is voltam. Sok-sok elismerést kap az ember életébe, de ez teljes egészében a hallgatóságom múlik, nekem ez rendkívül sokat jelentett. Amikor eltöltöttem itt ezt a 35 évet, majd azt követően a dékánságot megpályáztam, minden vágyam az volt, és azért tettem meg, azért pályáztam meg a dékánságot, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetemünk, ez a 230 éves intézmény, ez újra vissza tudja nyerni önállóságát. Azok a professzorok, akik itt oktattak, akik a világ állatorvosainak a tanító mesterei, mint Hutira vagy Marek József, azok olyan töltetet adnak az embernek, és ebből mindig építkezni lehet. Nagyon lényegesnek tartom ma, hogy az agráriumban az állatorvos megtalálja újra a szerepét. Nagyon bántott, mikor 12 éves gyerek voltam, és a lóhas alatt bujkáltunk, és az állatorvos nem mert bemenni a lóhoz. Erre mindig úgy visszagondolok, és az életem hátralévő időszakában én a nagyon lényegesnek érzem azt, hogy itt ez az egyetem a megfelelő jövőt be tudja járni. Óriási építkezések indulnak el a jövő évtől. A kormány is kiemelten kezelte az állatorvos képzést, és ezt még mindenképp szeretném befejezni.